Ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez mondást szó szerint vette a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ, mivel az intézmény szabadtéri kiállítást szervezett azzal a céllal, hogy alternatív kiállítótereket hozzon létre a fűtés hiánya miatt időlegesen zárva tartó művelődési ház termei helyett. Az első szabadtéri utca kiállítás a Kossuth utcán a Bocskai Filmszínház előtt várta az érdeklődőket. A tárlat középpontjában Hajdun Ánás volt. Körülbelül 150 archív fotó került bemutatásra a településről Szólár Zoltán és Fűz László gyűjteményéből. A képek között helyet kaptak a legfontosabb épületeink, így például a református templom, a Körösi Csoma Sándor református gimnázium, a városháza, a művelődési ház, a zsinagóga, valamint iskolai osztályok, színjátszóklubok és egyéb közösségek csoportképei.